tíz nyérc tenyészetet számolnak fel Hollandia szerte, miután kiderült, hogy az aprócska rákcsálók is tudják terjeszteni a koronavírust. Májusban az egyik szaporító telep alkalmazottja pozitív tesztet produkált, majd a laborvizsgálat kimutatta, hogy ugyanazzal a vírus fertőződött meg, mint amit a nyércekben találtak. Ezek az állatok betegek, ezért el kell altatnunk őket, és az egész épületet le kell dózerolni. Csak így állíthatjuk meg a járványt, magyarázta a holland fogyasztóvédelem alkalmazottja. Az első telepen 1500 állatot gázosítanak el. Ezek a farmok mind Észak-Brabant tartományban találhatók, ott, ahol a legtöbb áldozatot szedte a koronavírus járvány.